Gőzerővel készül a soron következő szeptember 9-én rajtoló Ebel szezonra a Szapa-Fehérvár AV19 jégkorong csapata. A felkészülés természetesen edzőmérkőzések is színesítik, amelyek sora augusztus 12-én kezdődött még hozzá házon belül, amikor a Szapa-Fehérvár AV19 saját farmcsapatával mérkőzött meg az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban augusztus 12-én pénteken 19 órától. A végeredmény 8-4 lett a felnőttek javára. Nem sokat pihenhettek azonban a játékosok, hiszen augusztus 16-án kedden este már újabb mérkőzés várt a csapatra, ezúttal ráadásul nemzetközi felkészülési mérkőzés a szlovákiai másodosztályú Pöstjén ellenében. Ezen a találkozón a fehérváriak jó teljesítménnyel rukkoltak elő, és nagy gólkülönbségű győzelmet arattak a becsülettel küzdő ellenféllel szemben. A végeredmény 11-1 lett a Szapa-Fehérvár AV19 javára, az első kettő harmadban ráadásul gólt sem kapott Kevin Primő együttese. A meccsdömpingnek természetesen nincsen vége, hiszen még ezen a héten ismételten pályára lép a fehérvári együttes, méghozzá újfent pénteken, augusztus 19-én, este 8 órától, újabb nemzetközi felkészülési mérkőzésen. Ekkor azonban már a Kapfenberg Bulls lesz majd a fehérváriak ellenfele, méghozzá este 8 órától az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban. A fehérvári jégkorong csapathoz kapcsolódó hír, hogy a napokban kettő válogatott játékos, a csatár Kovács Csaba, valamint a kapus Bális Bence is szerződést hosszabbított a klubbal. Kovács Csaba már alá is írta új kontraktusát, így ő az 5. szezonját kezdheti meg a fehérvári csapatban. A tavalyi idényben berobbant mindösszesen 21 esztendős Bális Bence pedig további egy évvel toldotta még meg futószerződését.